90 évvel ezelőtt született Gellei Kornél, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész. A Színház és Filmművészeti Főiskolát 1954-ben végezte el. Pályáját a Kecskeméti Katona József Színházban kezdte. Később a Szolnoki Szigligeti Színház tagja volt, azután a Budapesti Nemzeti Színházban és a Katona József Színházban játszott. Fanyar, egyéniségű jellemszínészként ismerték. Többnyire csak mellék vagy epizód szerepeket játszott. Egyetlen címszerepe a Don Quixote volt, Vészi Endre Don Quixote utolsó kalandja című darabjában. 1963-tól filmezett is. Jelentős feladatokhoz a 80-as években jutott. Tragikumikus érzékét a Hányazóra Wecker úr, egyeniség teremtő erejét a Tanítványok, intrikusi hajlamát a Mikszáth Kálmán regényéből készült Akli Miklós igazolta. Sajátos hang karaktere révén számos szinkron feladathoz is jutott. 1989. márciusában hunyt el.